Jaj, Viktor! De jó, hogy látom, hogy itt van. Mindjárt jön hozzám egy fiatal ember, egy bankár. Majd beengedi a kis kapun. Rendben. Rendben? Ó, most látom, hogy milyen izmai vannak, Viktor. Szokott is edzeni? Vagy csak itt nálunk a kertben? Járok minden nap. Minden nap? Ó, nagyszerű. Hát akkor tudja mit? Én elmegyek a kertbe, és aztán, ha megjön a bankár, akkor jöjjenek együtt, jó? De jöhet külön is. Mindegy, én ott vagyok, és várom magukat. Szóval akkor megyek, és hogyha van kedve, akkor maga is csatlakozhat. Jó? A fa nem érdekes. Várjuk. Oké, ott leszek. Szia! Apu! Mi van? Már megint belepiszkáltál a laptopomba. Megnéztem egy adatot. 85/B. Az mi? Hát, ennek a hölgyeménynek a mellbősége, akit nézegettél. Hát, csak nem kérdez, hogy én nézegettem ezt a... üzét. Édesapám, nem képzelem, hanem látom, mert elfelejtetted bezárni az oldalt, úgyhogy most itt mered két cici az égbe, piros pipacsos búzamező. Jó, megnéztem, hogy milyen szép ez a búzamező, csak egy. Na jó, figyelj, hagyjuk a dumát, megyek a varrónőhöz. Varrónőhöz? Megint milyen? Bikinit csináltatok. Érdekes, tavaly előtt a sálamból, tavaly a nyakkendőből csináltattál bikinit. Jól van, édesapám, nyugodjál meg, idén a cipőfűződ is elég lesz. Jöjjön, fiatalember, jöjjön, foglaljon helyet, kedves... Norbert. Norbert. Mondja csak, milyen befektetéseket tud nekem ajánlani. Ó, hát kedves hölgyem, bankunk vezető szerepet tölt be mind a vállalkozási, mind pedig a lakossági szférában. Rengeteg rendelkezik a befektetéseink számára. Nyilván ez azon is múlik, hogy milyen összegű befektetésekről van természetesen szó. De ettől függetlenül a pénzügyi szektorban továbbra is kiváló akciók van. Jaj, egészségetekre, fiúk! Egészségére, asszonyom! Egészségére, asszonyom! Kapaszkodjon erősen! Margó vagyok, csak Józsi nem szokott margózni. És mondja csak, maga nős? Nem, hölgyem, nem vagyok még nős. És nem gondolt arra, hogy valami komolyabb kapcsolatot létesítsen? Ó, hát mivel a fizetésem az magasan az átlag fölött van, nyilván gondoltam már rá. Hát tudja, nem magamnak gondoltam. Nem is vagyok olyan. Nem is olyan? Nem. Sajnálom. Tudja, az én lányom, a Nórika is éppen szingli. Ó, sajnálom. És mióta szingli? Hát 8 perce, ha éppen ráér. Ó, értem. Hát nekem egy házias lányra van szükségem. Ó, Nórika nagyon házias, ha éppen ráér. Hát de nekem romantikus lány is kell. De Nórika nagyon romantikus, ha éppen ráér. Hát, legyen hűséges mindenképpen. Ó, Nórika nagyon hűséges, ha éppen ráér. Hova hoztam az én kis cicaszőrömet, ha ide a karate klubba. Ugye milyen szép kis klub ez a karate klub? Biztos vagy benne, Mókuskám, hogy ez egy karate klub? Hát persze, ki van írva a karate klub? Nem, a karaoke klub. Hát az ugyanaz, sport-sport. Lényeg az, hogy diszkrét kis helyit senki nem talál soha se ránk, bizonyán. Józsikám! Drága, egyetlen édes szomszédom. Szervusz! Szervusz! Jaj, de jó, hogy látok! Szervusz! Kedves Refikám! Milyen jó színben vagy, látom, itt iszogatsz. Én leültem csak itt, és itt tart itt elfogyasztani. Nagyon-nagyon jó hely. Jó hely? Igen. Hát, bocsáss meg, bemutatnál nekem ezt a szép gyönyörű csinos fölgyet?
Persze, mert ugye... Köves Eszter. Itt van egy csoklom. Robi vagyok, Józsi szomszédja. Igen, de sötétben nem láttam, csak leültem ám ide, úgy különösebben. Hogy... Mivel foglalkozik a hölgy? A hölgy? Mivel is foglalkozik? Az én... Asszisztense vagyok. Asszisztense. Nagyon nagy szükségem lenne egy ilyen szép, fiatal asszisztensre, ha érted, de gondolok. Amúgy hogy van a kedves feleséged? Az én feleségem. Elnézést kérek, távoznom kell. Az én feleségem sövénytír. Mindenhol? Jaj, de jó. Hát akkor tudja mit? Én elmegyek az kertbe, és hogyha úgy gondolja, mit csinál a fám? Nem pofákat csinálunk, hanem nyald meg a szád szélét, hogy na még az öregasszonynak is kellek, mindenkinek.